Ebben a mai videóban a B12 vitaminnal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A B12 fontos szerepet játszik a DNS képződésében, az idegeinket körülvevő réteg a mielény hüvely felépítésében és a vörös vérsejtek termelődésében. Tehát DNS, idegek, vörös vérsejtek. Egy átlagembernek 2,4 és 2,8 mikrogram közötti mennyiségre van szüksége belőle naponta. A B12 hiány ritkán függ össze azzal, hogy nem fogyasztunk elegendőt belőle, a probléma a felszívódásával van. Ahhoz, hogy hasznosuljon megfelelő mennyiségben, egy jól működő emésztőrendszerre van szükségünk. Tehát könnyen be tudjuk vinni a táplálkozásunkkal, nem szükséges külön pótolni készítményekkel. Sok van belőle a májételekben, a halakban, de kiemelten a szardíniában, a marhahúsban, a kagylóételekben, a tojásban és egyes sajtokban, illetve joghurtokban. Vegánok számára az egyik legjobb B12 forrás a frissen préselt búzafűlé. A búzafű maga nem tartalmaz B12-t, a búzafű szálak felszínén élő baktériumok állítják elő. A B12 esetén a legfontosabb lépés, hogy a hiányát időben észrevegyük, mert ha súlyosbodik a helyzet, az visszafordíthatatlan állapotokhoz vezet. A B12 hiány első jele a sápadt bőr, mivel a testünk ugye nem tud elegendő vörös vértestet előállítani, tehát oxigén hiányban. A másik gyakori jele az állandó fáradékonyság, álmosság, gyengeség, ugye annak ellenére is, hogy sokat alszunk, mivel az oxigén hiány miatt az anyagcserénk sem működik megfelelően. Fekélyek jelenhetnek meg a szájban, és megduzzadhat a nyelvünk a B12 hiány következtében, de szintén az oxigén hiány miatt. Gyengébb B12 hiány memória problémákhoz, súlyosabb hiány erős depresszióhoz, szorongáshoz és akár paranoiához is vezethet. Mivel ahogy említettem az elején, fontos szerepe van az idegeket körülvevő mielin hüvely kialakításában, amely hozzájárul az idegi impulzusok vezetéséhez, ezért a hiányának egyik tünete a perifériás neuropátia, ami láb kézvégeken jelentkező zsibbadást, bizsergést és erős fájdalmakat jelent. Itt meg kell jegyezni, hogy a súlyos B12 hiány ugye visszafordíthatatlan idegi sérüléseket okozhat, vezethet. A homályos látás is jelzi a hiányát, mivel ugye a retina is egy idegszövet. És végül a megemelkedett pulzus, mivel a vörös vérsejtek hiánya miatt jelentkező oxigén hiány a szívünket arra készteti, hogy ugye gyorsabban verjen. 100-ból 99 embernél a hiányát a kevés, illetve gyenge gyomorsav okozza, ugyanis a gyomorsavnak kulcs szerepe van az emésztés során a B12 hasznosulására. Ha nem elég savas a gyomor, nem tud a B12 megfelelően hasznosulni az ételekből, ugye a vas sem. A korunk előre haladtával a gyomorsavunk ereje csökken, nem lesz annyira savas, ez vezet ahhoz, hogy jellemzően idősebb korban gyakoribb a B12 hiány is. A refluxból, a puffadásból és a bélgázokból tudjuk, hogy gyenge vagy kevés a gyomorsavunk. A gyomorsavat erősíthetjük almaecet fogyasztással, étkezések előtt egy-két kanál almaecetet keverjünk el kevés vízben és ígyük meg, vagy szedjünk almaecet kapszulát étkezés közben, illetve a betain hidroklorid is segíthet. Segítenek a savasításban az olyan erjesztett zöldségek is, mint a savanyú káposzta vagy a kovászos uborka, illetve ugye sokat erősödik, koncentrálódik a gyomorsavunk a bőtölés alatt is. A gyomorsav gyengülésén túl romolhat a hasznosulása gasztritis, gyomor bypass műtét és Crohn betegség esetén is. A gyógyszerek közül a metformin csökkenti a szintjét, illetve a protonpumpa gátlók, mivel ugye az utóbbiak leállítják a gyomorsav termelődését. Ezekben az esetekben célszerű a B12-t külön készítményekkel is pótolni. A B12-nek két elterjedt formája van, a természetes metilkobalamin és a szintetikus cianokobalamin. A cianokobalaminnak 4 lépésre van szüksége, amíg metilkobalaminná alakul az emésztés során, ezért sokkal nehezebben hasznosul, és ugye több energiát is igényel a testünktől. Ha készítményekkel pótoljuk, mindenképpen a természetes a metilkobalamint részesítsük előnyben, amely már drágább, de sokkal jobban hasznosul, mint a szintetikus. Ugye azt csak mellékesen említeném itt meg, hogy a cianokobalaminnak ugye a nevében is benne van, hogy ciánt tartalmaz.
Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban. Addig is az egészség legyen veled.